Megvan az esélye, hogy a Fidesz darabokra ugrik. Karácsony Gergely egy képességtelen, cselekvésképtelen, gyenge, szétszórt, egy senki. Magyar Péter formáció egyenlő a nullával. Nézze, ez olyan, mint a Simicska. Most feltűnt, el fog tűnni, ennyi. Idén a Nemzeti Múzeum kertjében tartja Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédét. A megemlékezésre érkezőket kérdeztük arról, hogy mit gondolnak Szentkirály Alexandra indulásáról, a kormánypártok támogatottságának visszaeséséről, illetve a Magyar Péter jelenségről. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, szóljanak hozzá kommentbe az elhangzottakhoz. Szentkirály Alexandra lesz Karácsony Gergely kihívója Budapesten, mit gondolnak, győzhet? Reméljük, hogy győzni fog. Jó kihívó, jó választás Szentkirály Nagyon Alexandra? Jó, nagyon jó, igen. Mit gondolnak, jó választás? Nem. Szerintem nem. Miért? Mi a probléma Szentkirály Alexandrával? Oda egy karakteres műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkező emberre van szükség. Ő egy jó politikus, de egy várost irányítani az sokkal szétrétűbb, és oda főleg műszaki ismeretek kellenek. Ilyen volt Tarlós úr. Ami sokkal izgalmasabb az, hogy elindul-e Vitézi harmadiként. Mert ha Vitézi elindul, akkor onnantól kezdve hárman vannak, és akkor egy ilyen teljesen szoros 3-3-3, vagy egyharmad is kijöhet. Ön kire szavazna a hármok között? Hű, de kemény kérdés. Vitézi az, akit a legalkalmasabbnak tartok, de Szentkirályi Alexanderről szavaznék, mert azért párthűség azért mégiscsak oda vinne. Most erre mit mondjak, ha a kormány szőcsövét indítják, akkor sejthető, hogy mi várható Budapestre abban az esetben, hogyha megnyerni. Igazából azt nem tudom, hogy mennyire jó kihívója, de sokkal szimpatikusabb. Illetve hát legalább ő szimpatikus. Ezt a főpolgármestert mondjuk nem nehéz legyőzni. Én vidéki vagyok, de ezt nem nehéz. Legyőzheti Karácsony Gergelyt június 9-én? Egyértelmű. És mi ennek az oka? Mire alapozzák ezt? Hát mert Karácsony Gergely egy képességtelen, cselekvésképtelen, gyenge, szétszórt, egy senki. Én esélyet sem látom, hogy Alexandra nyer. És ez miért gondolja így? Hát azért gondolom, mert én a Karácsony Gergelynek nagyon sok támogatója van, és úgy gondolom, hogy sokkal jobban tudja mozgósítani a szavazókat, mint Alexandra. Nincs esélye. A múltja, a családi összetétel nem fog ő nyerni, nem tud nyerni sajnos. Felső utasításra történt a benemengedés. Két ember dönthetett ebben a kérdésben, vagy a Fidesz pártigazgatója Kubatov Gábor, vagy pedig, hogyha ez rendőrségi utasítás, akkor pedig a jelenlegi belügyminiszter Pintér Sándor. 2010 óta először esett vissza mérhető arányban a kormánypártok támogatottsága a kegyelmi ügy óta. Mit gondolnak erről? A szomorú dolog, túl fogjuk élni. Önök szerint ez június 9-én már nem fog látszani a szavazónak? Nem fog látni, nem. Ezek a szavazók szintén a jobb oldalhoz, a mi hazánkhoz csatlakoztak. Nem hagyták el a jobb oldalt. És ez nem baj, hogy a adott esetben a Fidesz-KDNP-től a mi hazánkhoz már egyet szavazó? Persze, hogy nem baj. Miért lenne baj? Hát a ellenzéket nem erősítik. Nem szoroz, mert azért elég sokan támogatják még mindig, de nem tesz jót a kormánypártnak ezek a pedofília ügyek, meg innen is, onnan is egy-egy csontvász kipotyog a szekrényekből. Sajnos azt látom, hogy az ellenzék viszont eléggé gyenge, tehát én nagyon szeretnék egy középutas jelöltet. Biztos, hogy ilyen van, de azok talán nem meggyőződéses kormánypártiak, én ezt gondolom. De nem baj, hát ilyen van, tehát ez nem. De én azt hiszem, hogy egyébként ez az egész ügy, ami volt itt ezzel a kegyelmi ügye, szerintem ez inkább ráerősített, hogy aki hisz a kormánynak, az erősebben hisz, mert úgy adották meg, hogy kell. Ez egy olyan undorító ügy, hogy szerintem ez minden jó érzésű embert felháborít. Legalább legyen az fideszes, nem fideszes, kövesse az a politikát vagy sem, de ez az ügy szerintem az emberek döntő többségét felháborítja. És mire számítanak? Magyar Péter új formációját mennyien fogják támogatni vagy látogatni? Magyar Péter formáció egyenlő a nullával. Őszinte legyek, én Magyar Pétert most hallottam először ebbe az ügy kapcsán, hogy egyáltalán a nevét is úgy, hogy fogalmam sincsen, hogy
ki ő, mit csinált, hogy csinálta. Azt se tudom, ki az a Magyar Péter. Nézd, ez olyan, mint a Simicska. Most feltűnt, el fog tűnni, ennyi. Akkor nem gondolják, hogy pártot alapított, és mondjuk egy nagyobb ellenzéki erőt létrehozhat a kormány? Ha alapít pártot, alapítson, de ez szerintem Tisza virág életű. Nagyon sok mindenről tud, olyan dolgokról, ami a mostani kormánypártnak negatív kilengése. Nem tudom, mennyire őszinte lesz ez, és meddig tart. Megmondom őszintén, hogy annak idején én nagyon bíztam Orbán Viktorban, mert fiatal volt, energikus, és pontosan elmondta, hogy mit szeretne, és pontosan rátaláltam ezekre a dolgokra. Aztán pont az ellenkezője jön elő sokszor, tehát amiért harcolt, most ugyanazt teszi. Örülök, hogy mondjam, megbomlani látszik kicsit a NER, téglák legalább esnek ki az épületből, ennek én örülök. De hogy ez az egész várat összebírja dönteni, azt nem tudom. Igazából eddig még csak annyit mondott, amit úgy általában mindenki tudott, tehát új dolgokat nem hozott. Hát egy sértődött nertag, ő benne volt abban a csapatban, de több ilyen figura jelent már meg a magyar közéletben, aki megpróbálta ezt.